Megint meghosszabbította az ügyészség az elnöki hatásköröm gyakorlásától való eltiltást. Eddig volt a szolgálati közlemény a hétvégén, ami a lényeg, hogy köszönöm mindazoknak a támogatást, a kiállást, akik ezt irányomban tanúsították, írt a szűkszavú bejegyzésében, internetes naplóján Borbój Mint ismeretes, a székelyföldi politikust május 13-án vette őrizetbe okirathamisításra való felbújtás, csúszópénz elfogadása és hamis feljelentés gyanújával Marosvásárhelyen a korrupció ellenes ügyészség, és kérvényezték másik négy személlyel együtt 29 napos előzetes letartóztatásokat. Utóbbit azonban a bíróság elutasította, az érintettek szabadlábon védekezhetnek azóta. Borboly némiképp korlátozott módon, ugyanis az első körben jóvá hagyták a város elhagyásának 29 napra szóló tilalmát és tisztségétől való eltiltását. Ezt követően június 12-én feloltották a település elhagyásának tilalmát, mindössze a Hargita megyei tanács elnöki munkakörétől való eltiltásra és az ország elhagyásának tiltására korlátozódott az ítélet. Ezt hosszabbította újabb 29 nappal a korrupcióellenes ellenes ügyészség, Borboly ezúttal fellebbezett a ellen, amelyet tegnap tárgyalta Marosvásárhelyi Bíróság. A politikus tegnap délután a Facebook közösségi portálon adta hírül, hogy elutasították fellebbezését. Biztam benne, hogy visszamehetek dolgozni, de nem ez történt. Remélem, 27 nap múlva megváltozik ez a helyzet. Addig is dolgozom tovább, mint politikus, hisz meghívás, felkérés, megbeszélni való van bőven. Borbúj Csaba június közepén a Star Rádióban is beszélt a vele történtekről.